Köszöntöm Önöket! Szabolcs-Szatmár-Bereng megyében mintegy 128 000 hektár erdőterület található, melynek a jelentős része magántulajdonú. Április 1-től az erdőgazdálkodók vissza nem térítendő támogatást kérhetnek a 2 hektár fölötti erdőterületek ápolására. Így 2020-ig mintegy 100 milliárd forint kerülhet az ágazatba. Erről is szó lesz a márciusi mintagazdában, nézzék meg témáinkat! Dohánytermelés. Közel felére csökkenhet az idei évben a dohányfelvásárlás mennyisége. Öntözéses gazdálkodás. Európai Uniós rendelet tiltja a hazai öntözött mezőgazdasági területek növekedését. Pályázati lehetőségek. Elindult és folyamatosan elérhető az élik forrása. Erdőgazdálkodás. 2020-ig mintegy 100 milliárd forint kerülhet az ágazatba. Első nyíregyházi magbőrze. Cserebere a Sóstúi Múzeum faluban. Közel felére csökkenti az idei évben a dohányfelvásárlás mennyiségét az ULT Magyarország ZRT. Ezt Bittner Imre vezérigazgató jelentette be Nyíregyházán egy rendhagyó konferencián még februárban. Ez a konferencia egy rendhagyó dolog, hiszen a szerződések megindítása előtt nem nagyon szoktunk milyen tájékoztatót adni ilyen széles körben, de elérkeztünk egy olyan pillanathoz, amikor azt gondoljuk, hogy célszerű a dohánytermelőket szembesíteni azzal és tájékoztatni arról, hogy hol vagyunk a világban, mi a világban kialakult helyzet, dohánytermesztés, elsődleges feldolgozás, cigarettagyártás, fogyasztás tekintetében. Sajnálatos módon Magyarországon is, és az Európai Unió belül is, és a világon is az adatlan készletek növekednek, ezért ennek a hatásai most közben el fogják érni a termelőket is. Mit lehet itt tudni a tavalyi évről? Milyen volt a tavalyi termés, illetve az akkori terméssel tudtak-e mit kezdeni? Mekkorák a felhalmozott készlet? Igen, a tavalyi évben ugye egy rendkívüli időjárási körülmények között termelték meg a dohányt is. 4147 tonna Virginia és egy 1975 tonna Burley dohányt vásároltunk föl. Ez összesen 6100 tonna, ami kb. 30%-kal kevesebb, mint amit 2014-ben termeltünk és vásároltunk föl. Ennek ellenére 2014-es és 2015-ös termésnek jelentős része a raktárainkban van eladatlan készletként. Ennek a 30%-os termelés csökkenésnek van köze ahhoz, hogy a támogatás is megváltozott? Nem, alapvetően azt gondolom, hogy hasonló területen termeltek a dohánytermelők, mint a korábbiben. Itt kimondottan a nagyon-nagyon asszály és kedvezett időjárásnak a hatása és következménye. És a felvásárlási árak hogyan változtak? Az előző évben ugye két pillérán nyugszik a felvásárlási árunk. Egyrészt van egy alapár, minőségileg differenciált alapár, és egy mennyiségi felár. Eredetileg a szerződést, amikor megkérdettük, akkor az 1550 kg per hektáros hozam fölött számoltuk és szerződtük le a mennyiségi felárat a dohánytermelőkkel. Amikor szembesültünk azzal, hogy nagyon-nagyon kedvezőtlen időjárás viszonyok között kisebb a termés, átérezte a termelőknek a gondját, függetlenül attól, hogy készletgondjaink vannak, készletproblémáink vannak, ennek ellenére az 1550 kg-os mennyiségi prémium alapot levittük egy 1450 kg per hektáros mennyiségre. Így Virginiából körülbelül egy ilyen 500 forint körül átlagár, Burleyből pedig egy 420-430 forint per kilogrammos átlagárat értek el a termelők. Mik a kilátások az idei évre? Sajnos itt azt kell mondanom, hogy itt az elmúlt több mint 100 évben nem nagyon fordult elő, hogy ilyen drasztikus csökkentésre kerül sor. A készletfelhalmozódás miatt ebben az évben jelentősen csökkentjük a dohánytermelő területet és hozzátartó mennyiséget. Praktikusan ez azt jelenti, hogy a Burley mennyiségünk 1000 tonna per éves szerződéssel számol. Ugye összehasonlításként ez 2500 tonna szokott lenni egy átlagos évben. A Virginia egy 3500 tonnás szerződött mennyiséggel számol, ami szintén egy 5500-6000 tonnához képest jelentős csökkenés. Ez azt jelenti, hogy első körben átmeneti évnek tekintjük a 2016-ot, minden termelővel szerződni kívánunk. Az elmúlt 3 éves átlag termésük alapján korrigáljuk a területet,
és megpróbáljuk kormánnyal együtt ebben az évben elérni, hogy a meghatározó nagy multinacionális vevők közül térjenek vissza Magyarországra, magyarországi dohányvásárlási piacra, és akkor 2017-ben újra vissza tudjuk emelni ezeket a területeket, mennyiségeket a korábbi évek szintjére. Sajnos, ha ez nem fog sikerülni, akkor 2017-ben tovább romlik a helyzet, hisz az UELT Magyarország ZRT-nél egész biztos bőrli dohánytermesztési szerződések nem lesznek megkötve. Ez ugye azt jelenti, hogy a legtöbb kis termelő ezt a szegmenset érinti, és további csökkenés várható a virginiai dohánytermelő területeknél is. Ez azt jelenti, hogy ilyen 2000 tonnás mennyisége lehet számolni 2017-ben, ha nem lesz pozitív a változás. Ugye ez egyben azt is felveti, hogy az itt rendelkezésre feldolgozó kapacitás ennek a mennyiségnek a többszörösét meg tudja csinálni. Tehát én azt gondolom, hogy ha ez bekövetkezik, akkor újabb fájó lépéseket kénytelen a cég bejelenteni. Ez azt jelenti, hogy a feldolgozás megszűnik, és egy sor ember elveszti a munkáját. A témával kapcsolatban további részleteket, valamint Bittner Imre és Bényei Illés a Magosz elnökének beszélgetését a 35 perc című műsorunkban láthatják, amely elérhető a weboldalunkon. Uniós rendelet tiltja, hogy nőjön az öntözött mezőgazdasági területek nagysága Magyarországon. Erről beszélt egy vidékfejlesztési fórumon a miniszterelnökség helyettes államtitkára Mezei Dávid. Magyarországnak 2009 után most van új vízgyűjtőgazdálkodási terve, most kell ezt az új vízgyűjtőgazdálkodási tervet benyújtani. Ezen belül történik a víztestetnek a minősítése. Ami ebből a szempontból a vidékfejlesztési programban releváns. A vidékfejlesztési jogszabályok írják elő azt, hogy mikor a víztest minőségétől függően, mikor lehet beruházási támogatást adni, vagy sem. Tehát ez nem azt jelenti, hogy a vidékfejlesztési program a vízjogi engedélyek, öntözési engedélyek ügyében bármit is mondanak. Tehát a vízjogi öntözési engedélyek azok a vidékfejlesztési programtól teljesen függetlenek. Tehát adott esetben előfordulhat az, hogy egy területen lehet öntözni, kaptál vízjogi engedélyt, de beruházási támogatást a víztest minősítése miatt mégsem kap rá. De ezzel a szabállyal sajnos nem tudunk mit csinálni, mert ez egy teljesen strikt és egyértelmű uniós rendelet. Uniós szabály, hogy öntözött terület növelését célzó beruházás, tehát új öntöző berendezésnek a megvétele, az csak abban az esetben támogatott, hogy az érintett víztest mennyiségi szempontból jónál rosszabb minősítést nem kapott. Ez óriási problémát okoz nagyon nagy területen Magyarországon, de ezzel ezt bárhogy próbáltuk az Európai Unióban csűrni, csavarni a bizottságra való tárgyalása során, és sajnos teljesen egyértelmű a rendelet, nem tudunk mit csinálni vele. Tehát itt az öntözési beruházásokat, ha valaki kap is vízjogi engedélyt, csak ebben az esetben tudja támogatásból megvalósítani, ha az adott érintett víztest még egyszer is, hogy a mennyiségi szempontból, több szempontból értékelik a víztesteket, hidromorfológiai, kémiai, ökonómiai, én nem vagyok vízügyi szakember, de kénytelen voltam valamennyire belásni magam ebbe a témába, tehát rendkívül sok formáján a víztestek minősítésének a mennyiségi szempont számít, és ezzel itt nem tudunk mit csinálni. Figyelembe véve azt is, hogy egyébként amikor elkezdtük a tárgyalásokat 2015-ben, akkor az Európai Bizottság az öntözés szóról hallani sem akar. Tehát az eredeti programban az Európai Bizottság az öntözés szót mindenben kihúzkodta, kiirtotta, és azt mondta, hogy egyetlen formában lehet Magyarországon, mint bármely más tagállamban is öntözést támogatni, hogyha az víztakarékossághoz vezet, azaz az öntözési beruházás eredményeképpen a felhasznált vízmennyiség csökken. Na most ezt a magam fajta városi jogász ember is könnyen belátja, hogy kevesebb vízből több területre öntözni nagyon nehéz. Konkrétan nem lehet. Úgyhogy itt nekiálltunk ezt elmagyarázni a brüsszeli kollégáknak is, és nagy nehezen átgyűrtük a fejükön azt, hogy márpedig Magyarországon az öntözött területek növelésére van szükség. Ők ugye abból indultak ki, ők jobban ismerik még mindig az olasz, spanyol, portugál, görög helyzetet, ahol az öntözött területnek az aránya a megnéző 15-20%. Ez azt jelenti, hogy azokban az országban, ahol öntözésnek van gazdasági értelme, vagy földrajzilag lehetséges, tehát mondjuk nem hegyvidéken fekszik ez a terület, ott öntöznek. Ezekben az országban már komoly problémákat jelent, nem csak
vízgazdálkodási szempontból, hanem bizony nyáron, amikor a legnagyobb az öntöző víz iránti igény, akkor bizony az ivóvíz ellátás szempontjából is problémákat jelent az öntözés. És ezekben a tagállamokban valóban az öntöző területeknek a növelése sem nem indokolt, sem nem értelme nincsen, és gazdaságilag sem feltétlenül indokolt, hiszen a gazdák már azok a területek, ahol már öntözés van, ott ezt a öntözési beruházást megvalósították. Az Európai Bizottság ebből a helyzetből indult ki. Ha most nagyon rossz májú akarok lenni, akkor valójában az olasz, portugál, spanyol gazdáknak az érdekeit védte, hiszen nekik nem érdekük azt, hogy más tagállamokban, például Magyarországon az öntözött területek nagysága 1-2%, és messze elmaradt például a 80-as évekbeli több mint 200 ezer hektártól, tehát 80-as évben több mint 200 ezer hektárt öntöztünk a mostani 100 ezer hektárhoz képest. Ezt követően Román Istvánt, a Földművelésügyi Minisztérium helyettes államtitkárát kérdeztük a megújult vidékfejlesztési program változásairól. A vidékfejlesztési program elkészítésében végül ment egy nagyon komoly szemléletváltás a korábbi vidékfejlesztési programhoz képest. Ennek a lényege pedig az, hogy azokat a lehetőségeket, amelyeket ezen a programon keresztül a magyar vidék kap, elsősorban a gazdálkodók támogatására, az élelmiszergazdaság fejlesztésére, a gazdálkodók lehetőségeinek a kibővítésére szánjuk. Ezt úgy szoktam megfogalmazni, hogy kevesebb forrás fog belőle jutni a falvakba, buszmegállókra és térburkolatra, hanem a fő irány az az, hogy azok, akik gazdálkodnak, feldolgozzák a magyar vidék által megtermelt javakat, azok ezt jobb körülmények között és gazdaságosabban, jövedelmezőbben tudják megtenni. Nyilvánvalóan ez arról is szól, hogy ez az egész magyar gazdaságot erősíti, a magyar vidéket leginkább ezt tudja megerősíteni és felemelni. A mi térségünkben erre pedig kifejezetten szükség van. Én azt gondolom, hogy Szabolcs megye, vagy annak a rétközi része, ez egy olyan terület, ahol szeretnénk azt, ha minél több forrás érkezzen. Március elején az MVH-val készítettünk egy beszámolót az éppen aktuális pályázati lehetőségekről. Március 21-én nyílik meg a lehetőség a pályázat beadására. A pályázók, tehát ennek a pályázatnak az a célja, hogy mindazon a termelők, egyéni vállalkozók, szociális szövetkezetek, akik életképes tevékenységet végeznek, gyakorlatilag megerősödjön a gazdasági tevékenységük, ezáltal a saját munkájuk is biztosítottá válik, illetve foglalkoztatásba is be tudnak segíteni új munkahelyek létesítésével. Akik erre a pályázatot benyújthatják, azok a mezőgazdasági egyéni termelők, főállású egyéni termelők, felállású egyéni vállalkozók, illetve szociális szövetkezetek nyújthatnak be pályázatot. A pályázati keretösszeg mértéke 14 milliárd forint, ami erre rendelkezésre áll. Meg kell, hogy jegyezzem, hogy ugyan igaz, hogy március 21-én nyílik a lehetőség, de ez a lehetőség folyamatosan egészen 2018-ig rendelkezésre áll. Lesz több benyújtási időszak, tehát nem kell kétségbe esni azoknak, akik esetleg most március 21-én lemaradnak, mert folyamatos lehetőség fennáll. Amit tudni kell ezzel kapcsolatosan, hogy a pályázati összeg az 15 ezer euró, aminek a 75%-át az első kifizetési kérelemkor kapja meg a pályázó, a fennmaradó 25%-ot a gazdasági terv, illetve üzleti terv megvalósítása függvényében maximum 36 hónap múlva igényelheti, akkor fogja megkapni a fennmaradó 25%-ot. Ugye a pályázat feltétele még az, hogy 3000 standard termelési érték, illetve 3000 standard termelési értéket meghaladó, de 6000 standard termelési értéket el nem érő gazdálkodást kell folytatnia, és a cél az, hogy a ciklus lezártáig, tehát negyedik évet követően a 6000 standard termelési értéket meghaladó gazdálkodási tevékenységet folytasson. A tevékenységét 5 évig nem szüntetheti meg, illetve amit még lényeges tudni, hogy a pályázók köre korlátozva van azzal is, hogy 10 000
lakosság alatti lélekszámú településről lehet pályázni. 10 000 lakos feletti település esetében csak olyan településekről, amelyek tanyás külterülettel rendelkeznek, innen lehet pályázatokat benyújtani, valamint vizsgálni fogjuk azt, hogy a lakcíme a pályázat benyújtást megelőző év január 1-én már az adott településre szólt-e. Tehát ez azt jelenti, hogy aki 2015. január 1-én nem volt bejelentkezve, az 2016-ban nem pályázhat. €2,7 milliárd pályázati támogatást különített el a miniszterelnökség az erdők gazdasági értékét növelő tevékenységre. A magán- és önkormányzati erdőgazdálkodók vissza nem térítendő támogatást kérhetnek a 2 hektár fölötti erdők kézi vagy gépi tisztítására, nyesésére, vagyis az úgynevezett befejezett tápolásra. Az erdészeti ágazatba 2020-ig €100 milliárd kerülhet. Az interjút Kanalas Otilia készítette. Ez egy nagyon régen várt támogatási forma. Ez a műszakilag befejezett erdősítéseknek az ápolására, nemes nyarasoknak a nyesésére, illetve a tisztítási munkáknak az elvégzésére lett kitalálva. Valamikor nagyon régen még nemzeti forrásból az uniós csatlakozás előtt volt ilyen támogatás, ez most újra lett élesztve. Itt abban reménykedünk, hogy az egésznek az igénybevétele, mind a támogatás igénylés, mind a kifizetés igénylés egyszerű lesz, és úgy, mint a régi időkben, gyorsan és hatékonyan lehet az adminisztrációját elvégezni ezeknek az igényléseknek. Összegszerűen ez mit jelenthet a gazdálkodások számára? Milyen összegre lehet pályázni, milyen mértékű támogatást jelent? Ez átlagosan 30 000 forint per hektár támogatást jelent. Nyilván ezért tevékenységet kell végezni szakmai ellenőrzés mellett, de ez egy nagyon fontos dolog, ugyanis olyan erdőterületeken végzett munkákra igényelnek támogatást, ami nem hoz jövedelmet egyenlőre. Ez a jövőbe való befektetés, tehát fiatal erdőkbe, ahol faanyag még nem igazán kerül ki, de olyan munka van, amit el kellene végezni az erdőállomány érdekében, és a jövő fatermesztés, a minőségi fatermesztés érdekében, és ez a lépcsőfok, ez kimaradt most a magánerdőgazdálkodásból, azért, mert nagyon hosszú távra kéne befektetni, és az erdőgazdálkodók tőkehiányosak, és nem tudják ezt a munkafázist elvégezni, és ez most ebben fog segíteni. Egyébként mi a jellemző, milyen időközönként kell ezt a munkafázist, vagy ezt a fajta tevékenységet elvégezni az erdészetekben, és milyen megterhelést, vagy anyagi megterhelést jelent ez? Hát ez fafajtól függő, hogy milyen időközönként kell ezt elvégezni. Mondok egy példát, a nemes nyarasok nyesését általában 2 menetben szoktuk megcsinálni. Most ez egy olyan nyesés támogatás, ami megjelent, ami 5 méter magasságig a nyesés elvégzését feltételezi és megköveteli. Ha valakinek szép nemes nyaras állománya van, akkor még e fölé is tud majd nyesni egy következő fázisban. A tisztítások esetében fafajtól függ, egyszer, kétszer, háromszor is el kell végezni a tisztítást. A jelenlegi támogatási időszak 2020-ig szól. Reálisan ebben a támogatási időszakban egy szeri alkalommal lehet elvégezni bármilyen jelenleg a támogatásban szereplő tevékenységet. Mit gondol az Egyesület itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, fognak-e élni a lehetőséggel a magán gazdálkodók, és mire számítanak? Biztos vagyok benne, hogy fognak vele élni. Már csak azért is, mert 90 000 hektár magánerdő van ebben a megyében. Csak összehasonlításképpen tudom mondani, hogy a Nyírerdő ZRT-nek az Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei működési területe 28 000 hektár. Tehát egy elég jelentős területtel bír a magánerdő, és ennek a magánerdőnek egy olyan 35-40%-át 1992 után létesítették az új földtulajdonosok. Tehát nagyon sok fiatal erdő van, ahol pont ezeket a tevékenységeket kell elvégezni. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy 100-as nagyságrendű lesz az igénylőknek a száma. A leendő pályázati lehetőségeknek a száma és a sora az elég tág. Tehát ezzel gond nincsen. Most ugye mindenki türelmetlenül várja, hogy ki is legyenek hirdetve. Vidékfejlesztési programot nagyon sokan olvastuk, mindenki örül, hogy sok támogatási lehetőség meg fog nyílni, de ebből ugye eddig 2, ez a 3. a sorban, ami megnyílik.
és még nagyon soknak kellene megnyílni. Úgyhogy türelmetlenek a gazdálkodók, hetente, két hetente nagyon sokan érdeklődnek, telefonon, személyesen jönnek hozzánk, hogy adjunk tájékoztatást a megjelenő támogatásokról, de mindig csak feltételes módban tudunk beszélni. Ugyan megjelent a magyar közlönyben a támogatások ütemezése, amelyben nem csak az erdészeti, hanem minden vidékfejlesztési támogatásnak a tervezett meghirdetési időszakát, meghirdetési hónapját taglalja ez a táblázat. Ahhoz képest azt kell mondani, hogy már elmaradásban vagyunk, pedig még csak márciust írunk. Tehát valószínűleg több támogatás csúszni fog, ami ugye gondot okoz a gazdálkodóink számára. Batáta, a mustár és a híres nagydobosi sütőtök magjaihoz is hozzájuthattak az érdeklődő termelők az első sóstói magbőrzén. A Cserebere napon különleges tájfajtákat is megismerhettek az érdeklődők. Ez tulajdonképpen az első alkalommal megszervezett magbőrze itt Nyíregyházán és környékén, ellenben az országban ennek már elég nagy hagyománya van, és több nagyvárosban is tartanak magbőrzéket, ahol az emberek magokat cserélhetnek, különleges fajtákat tudnak megszerezni ezáltal, illetve tájfajtákat, jól ehhez a talajhoz szokott növényeket. A magbőrzének egyébként maga ez is a lényege, hogy a minél nagyobb változatosságot, a növényi változatosságot be tudja mutatni, és ami tulajdonképpen falvakban mind a mai napig működik, hogy cserélnek az emberek egymással magokat, azt most itt mi egy kicsit intézményesült formában, de szeretnénk rendszeressé tenni és ismétlődő rendezvényi. Ezt hogy kell elképzelni, hogy bárki, akinek kedve van, az idejön egy kosár maggal, és azt elcserélgetheti bárki mással? Nagyjából egyébként ez a lényegem, hogy amit egy év alatt megtermelt az ember otthon, és büszke rá, hogy ő ilyen különlegességet termelhetett, arról magot fog. Itt a magfogásról is egyébként lehet majd beszélgetni, tapasztalatot cserélni, és a magfogás során apróbb zacskókban, kisebb kiszerelésben, de akkor elhozhatja a saját magvait, és itt most elcserélheti azokat. Elsősorban ez csere lenne, nem olyan, mint a piacokon történő áru csere pénzért, hanem az, hogy egymás között tudjanak cserélni az emberek magukat. A bőrze mellett ugye más programokkal is várják az ide látogatókat, előadásokkal. Várunk szakmai előadókat is, akik tulajdonképpen a civil közösségből jönnek, illetve a civil szférából. Itt elsősorban a társrendezőnket emelnénk ki, a kosár közösséget, akikkel együtt szerveztük meg ezt az első sóstói magbőrzét, és ezen felül még bemutatkoznak olyan biogazdák, akik már valamilyen speciális, régen nem ismert maggal foglalkoznak, illetve nagyon örülünk annak, hogy Tápiószelei Génbank, a Növényi Diverzitási Központ elfogadta a meghívásunkat, és ők is eljönnek magokkal, illetve egy előadással. Említette, hogy különlegességekkel is lehet itt találkozni, mik azok, amiket kiemelne? Itt azt hiszem, hogy ha szétnéznek az asztalokon majd, akkor látni fogják a batátát, ami egy most újdonságként azt hiszem mindenki asztalán már megfordult egyszer-kétszer, de vannak régi fajták is, vagy például az egyik legismertebb tájfajta, a nagydobosi sütőtök magjait is meg lehet most szerezni ezen a magbőrzén. Ezek a fiatalok Nyírtelekről és Demecserből érkeztek, hoztak magukkal egyebek mellett batáta, mák, mustár, sárgarépa és földi mogyoró magokat. Inkább a csere érdekel minket. Hát itt láttam a rebarbarát, levandulát, a pattogatnivaló kukorica érdekelne minket. A magbőrzén nem csak a magokról, azok legendás élettani hatásairól is eszmét cserélhettek a termelők. Én mindig hallottam a tönkölybúzának a jótékony hatásairól, és soha nem tudtam megkóstolni. Nem volt környezetemben olyan, aki termelte volna ezt. És több évi nyomozás után megtaláltunk egy biogazdát, aki ezzel foglalkozik Hajdúböszörmény külterületén, és ővele barátságot kötöttem, és vásároltam tőle vetőmagvakat, és elkezdtem a termelést én is. De én kis területtel rendelkezem, ő viszont nagy területtel rendelkezik, és sokkal nagyobb tapasztalattal. A terméke, tehát a tönkölybúzát föl kell dolgozni, pejvás búzának is hívják, mert
egy magvat 5-7 pejva takar, és védi a búzaszemeket. A szelén tartalma nagyon magas a tönkölybúzának, és egyéb olyan élettani hatásai is vannak, amit még az orvosok sem tudtak teljesen földeríteni. A rákbetegség megelőzésében fontos szerepe van, illetve ha már kialakult rákbetegség van, a tönkölybúza csíra kiváló ellenszer ilyen komolyabb betegségekkel szemben is. Amiket most hoztatok ide terményeket, azokat elcserélni szeretnétek, vagy eladni? Hát nyitott vagyok mindenre, tehát cserélni is, és eladni is. Tehát... Hogy kell ezt elképzelni? Olyan ez, mint egy tőzsde, hogy megvan, hogy melyik magnak, melyik más magból mennyi az ára? Így van. Tehát mindig az időjárás a gazda, mi napszámosak vagyunk. Tehát az időjárás dönti el igazából, hogy milyen magnak milyen ára lesz épp az idén, vagy tavaly milyen ára volt, és a piac diktál. Tehát kereslet, kínálat van itt is. Amit jobban keresnek, annak magasabb az ára. A Nyíregyházán újszerű kezdeményezéshez a Kosár Közösség is csatlakozott. Ez a Bevásárló Közösség egy civil kezdeményezés, amely a helyi gazdaság megerősítésén, újraélesztésén dolgozik. Véleményük szerint ugyanis a helyi termékek minél nagyobb arányú fogyasztása elősegíti a helyi gazdaság erősödését, valamint hozzájárul az egészséges táplálkozáshoz. Valójában a helyi gazdaság mindig arról híres, hogy sokféle, nagyon sokféle növényre alapul, nagyon sokféle tulajdonviszonyra alapul. De a globális gazdaság inkább arról szól, hogy monokultúra, vegyipar, egy cég, aki mindent visz. Tehát ez most még lehet, hogy nem egy cég, de elfelé halad. Lehet látni 50-100 éves távlatokat, ha ezt nézzük, akkor azt látjuk, hogy az egész koncentrálódik egy globális cégé. Ez a fajta monotónia az élelmiszerben is, az élelmezésben is azt jelenti, hogy nem leszünk egészségesek, mert a táplálkozás során a szervezetnek nagyon sokféle táplálékra van szüksége. Ha csak egy félét kapunk, vagy néhány félét kapunk, akkor hiánybetegségeink lesznek. Persze, akkor lehet mondani, hogy ezt már megoldjuk táplálékkiegészítőkkel, de hát most akkor azért élek, hogy mindenféle dolgot összeszedjek és táplálékkiegészítőket egyek, vagy választom ezt a megoldást, hogy helyi, sokféle élelmiszert, sokféle növényből oldom meg a táplálkozásomat. És nyilván ahhoz, hogy ezt akarom választani, vagy egy ilyen irányba indulni kell, akkor az meg magával vonz azt a kérdés, hogy van-e helyi gazdaság, van-e helyi biológiai alapanyag, tehát megvannak-e a maguk, megvannak-e a genetikai állományok arra, hogy a nekem való táplálkozást, a nekem való termékeket meg tudjam szerezni. És valójában ez a mód, ami miatt mi nagyon támogatjuk ezt a magbőzét, és csatlakozunk hozzá, és hát remélem, hogy egyre népszerűbb lesz. Ugye ez az első, minden első az egyik kísérlet. Most rengeteg tapasztalatot szerzünk, és amint ez megvan, akkor következő évben, évek után egyre folyamatosan lehet ezt reményeim szerint növelni. És hát ugyanúgy, ahogy a tántos csikó is egyszer csak életre kell, hogy remélem ez a magbőrze is így fog járni, illetve hát a helyi gazdaság, ami elmögött van. Az elmúlt fél órában a Kölcsei Televízió mezőgazdasági magazin műsorát, a Mint a gazdát látták. Kérdéseikkel, észrevételeikkel keresenek minket a weboldalunkon vagy a Facebookon. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra áprilisban!